Több mint 6,5 millió forintból szépült meg a Szadai Tájház, amit szeptember 29-én adtak át. A több hónapig tartó felújítás során bővültek a kiállító termek is. Aki szadai, meg már járt erre, tudja, hogy nézett ki ez a ház. A vendégeinknek úgy kezdtük, hogy inkább az udvaron csukják be a szemüket, mert egy ilyen vaskapun kellett bejönni, beüvegezett veranda volt, és egy betonmúzeumot lehetett volna létesíteni az udvar közepén, mert tele volt különböző időkben lerakott betonnal. Laktak ebbe a házba az 1800-as évek 80-as éveiben már egy térképen szerepelt a főépület. Valószínűleg egyetlen egy darabja a régi, ennek a főépületnek az innenső fala, meg lehet nézni, az még ilyen várfal, vastagságú vert fal. A többit cserélték. A felújítás célja az volt, hogy egy hagyományos szadai házat alakítsanak ki. A tájház arculata egy 1910-es években épült lakóházra emlékeztet. Ez egy több évre nyúló projekt, elsősorban anyagi okokból, és most érkeztünk el ahhoz a fázishoz, amikor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen készen vagyunk. Nyilván soha nem lesz teljesen kész, mert mindig lehet és kell is erre költeni, de az épületet, a fizikai körülmények azok lényegében most már a végleges formájukat elnyerték. Ez egy körülbelül 6,5 milliós felújítás volt, amit az elmúlt néhány hónapban végigvittünk. Megújult a főépület, statikailag rendbe tettük, a repedéseket eltüntettük, kiállító tereket bővítettük, a kiszolgáló helyiségeket átalakítottuk, gépészetet, villamoshálózatot szintén átalakítottuk, és az udvart is sikerült rendezni, úgyhogy a állattartási hagyományok egy részét is be tudjuk talán már jövő évtől mutatni. Úgyhogy igazából most már a fő feladatára tudunk majd koncentrálni a tájháznak, nevezetesen arra, hogy a gyűjteményt bővítsük, hogy az összegyűlt anyagot archiváljuk, rendezvényeket szervezünk, kiállításokat szervezünk, és hogy az életet megpesdítsük a tájház körül. Ez adott is, mert az iskolát is sikerült azért az új rendszerben nagyon jó beilleszteni, úgyhogy én bízom benne, hogy itt ősztől, jövő tavasztól gyerekzsivaj fogja benépesíteni az udvart, a népi táncos gyerekek, a különböző szakkörökre járó gyerekek az eddigieknél is intenzívebben fogják majd használni a házat. A polgármester azt mondta, az önkormányzatok adósságrendezési folyamata tette lehetővé a tájház felújítását. Nagyon kis lépésekben haladtunk, amióta a házat megvettük, de most egy nagyobb lépést, mondhatnám ugrást sikerült végrehajtani. Ez annak köszönhető, hogy a kormány adósság elengedése, vagy az önkormányzatok adósságrendezése kapcsán végül is a elkövetkező 20 évre szóló adósságszolgálatunk összege felszabadult számunkra, ezt fejlesztésekre tudjuk használni. Tehát azt, amit hosszú-hosszú évekre terveztünk előre, azt most egyszerre meg tudtuk csinálni ennek köszönhetően. A Szadai Tájház felújítása sokrétű volt. Az épületnél a leglátványosabb az, hogy a verandáról kiszedték az üvegablakokat, és szép könyöklőket alakítottunk ki végig. Ugyancsak a főépület végéből kiemeltük a később beépített vizes blokkot, ezzel meghosszabbítottuk a verandát, és kialakítottunk egy kiállító termet, amit kamaraként használunk. Az úgynevezett parasztkamrában az elmúlt évszázadok használati tárgyai, teknők, bödönök, mérlegek és konyhai eszközök is megtekinthetőek. Az érdeklődők megnézhették Gönyei Sándor szadáról készült fényképeit is, amelyek miniatűr életképek a település 20. század elejé világáról, és felbecsülhetetlen értékek a korszak kutatóinak is, legyen szó ruhaviseletről, vagy hajviseletről, vagy a lakóházak stílusáról. A vizes blokkot áthoztuk a kis épületbe, a volt garázsba, és mögötte alakítottuk ki a raktárat. A
verandának a kövezete kopott volt, megsüllyedtított, tehát az egészet fel kellett szedni, feltölteni, téglával lerakni. A végében a dísz ajtót, ami az utca felé van, azt teljesen fel kellett újítani. A főbejárat lépcsőjét szétverték, mert nem nagyon egyenetlen betonlépcső volt, és teljesen új lépcsőt építettek oda. A legnagyobb gondot az udvar egyenetlensége, és illetve az ott lerakott rengeteg beton jelentette. Minden betont feltörtek, a járdákat téglával építették ki, és ugyancsak kiépítettek a fészer elé egy téglatoldást, ami főleg a fellépő, a rendezvények esetén a fellépő csoportok tudnak jól használni. A talajbeli egyenetlenségeket meg kellett szüntetni az udvaron. A Szentendrei skanzen példájára kiváltak elég nagy rész belőle, és nagy köveket szórtak rá, utána kisebbet, még kisebbet, ami végül is majd leülepszik, és a legfelső réteg az földszerű lesz, tehát egy természetes járófelületet kapunk az egész udvar területén. A közösségi tér is növekedhet majd. Pince fölötti részből a bozózót kiirtották, és egy füvesítésre alkalmas területet alakítottak ott ki. A kis épületen a régi fekvő hármas osztatú ablakot kicserélték egy régi szadai épületnek az álló ablakára, ami a 20-as évektől általánosan jellemző volt a szadai házakon. A szadai tájháznak új kerítése is lett. További felújítási munkálatok is várnak még a tájházra. A pince tetejét ki kell építeni, le kell cserepezni, és kerekes kutat is felállítanak majd. A mostani felújítás összefogás eredménye, magánszemélyek, képviselők is támogatták a beruházást 100 000-es nagyságrendben. A önkormányzat támogatásával és a képviselőtestület alapjából, de nagyon sok szadai magánember is támogatta a tájház felújítását. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a képviselők ciklus elején, mikor megválasztották őket, úgy döntöttek, hogy a tiszteletdíjukról lemondanak a község javára, és ebből támogatnak bizonyos olyan projekteket, vagy olyan tiszteletre méltó kezdeményezéseket, amire mellé úgy gondoljuk, hogy rögtön beállunk, és tulajdonképpen ebből a pénzből egy részét a tájház felújítására ajánlotta fel. Nem csak a tájház felújítása valósult meg így módon. Az óvodának voltak saját kezdeményezési felújításra. Ugye minden évben megrendezésre kerül a bál, amit az óvoda szervez, de ugyanígy az iskolát is mondhatnám, és ezeken a rendezvényeken a képviselőtestület mindig felajánl ebből az alapból valamilyen olyan felújítási munkára, vagy olyan eszközbeszerzésre, ami nyilván a gyerekeknek a fejlődését szolgálja. Mondhatnám a tetőtérbeépítést, az ablakcserét, de bármilyet, és ezt minden évben megtesszük. A tájház ünnepélyes átadásán megvendégelték az erdélyi testvértelepülésről, Kecsetről érkezett vendégeket. A kecseti néptáncosok műsorral kedveskedtek. Thank you.
A Szadai Népi Együttes tagja is bemutatták a tudásukat. Sej Szada falu, eszembe se volna, ha a babám lakósa nem volna. Benne ragyog a babám szeme fénye, sej ha csak lehet, kicsalom belőle. Sej mikor mentem szép Szada falu felé, megnyílt az ég három ezer felé, ragyogtak rám a fényes csillagok, sejnek tudták, hogy árva kislány vagyok. Ragyogtak rám a fényes csillagok, sejnek tudták, hogy árva kislány vagyok. Verbunkot húz! Thank you.